Tamásiban advent vasárnapjának délutánja a megszokott módon kézműves foglalkozással indult a művelődési központ aulájában, ahol az ügyes kezek ezúttal ajtódíszt és manósapkát készíthettek. Az ünnep nélkülözhetetlen eleme a mézes kalács, melyet ezúttal a helyszínen szaggathattak és díszíthettek, nem csak a legkisebbek. A téren eközben javában gyülekeztek az ünnepre hangolódni vágyok, akik a Pántlika néptánc együttest köszönthették elsőként a színpadon. A hagyományápolás egyében a pásztorjáték, a luccázás és a betlehemezés elevenedett meg a színpadon. Maga a fellépés is, tehát a műsorfolyam is a hagyományőrzésre épül. A Pántlika Néptánc Együttesnek kiemelt feladata a hagyományápolás, a hagyományőrzés. Luccázást szoktunk a gyerekeknek csinálni évek óta, ami egy egész napos program. Azért a vírushelyzet teljesen átírja ezeket a programokat, és kisebb mértékben tudnak megvalósulni. Teljes létszámban sem tudtunk most szerepelni, hiszen úgy készültünk, hogy mind a három korosztályunk színpadra áll, színpadra is állt, de azért vannak hiányzóink. Kisné Kecskeméti Eszter koreografálta meg, és Gulyás Ildikó és Eszter férje kísérte a műsorunkat. Ők állították össze biztosan a hagyományápolás és a hagyományőrzés mentén. A nehézsége abból adódik, hogy szokatlan nyelvezete van, hiszen nem a mai szavakkal fejezték ki akkor az adventi időszakban az énekeket, és talán ez a mi nehézség szerintem, meg és a dallama is sem a mai pörgő világunkhoz, hanem inkább egy lenyugvó dallamvilágot sugal. A betlehemezés a hagyományőrző vidékeken ma is élő szokás. A csoportok azonban már nem spontán módon szerveződnek, hanem többnyire egyházi, iskolai segítséggel, a honismereti és hagyományőrző közösségek tevékenységének eredményeként. Tamásiban a pántlikások, akik ezeket a hagyományokat megelevenítik, ezúttal az ünnepi színpadon tették ezt. Ebben az évben talán különösen igaz, hogy még nagyobb értéke van a hagyományoknak, hiszen kitartunk. Ugye nem volt hozzánk egyes első, második, sőt most igazából a harmadik adventi hétvége sem, mármint időjárás szempontjából, de az ilyen koronavírusos időben szerintem egyre jobban felértékelődik az, hogy azért látszik, hogy bármilyen időjárás lehet, jönnek az emberek, próbálnak egy kicsit úgy élni, mint ahogy annak előtte éltek, és azért látom a mosolygós gyerekeket, hiába fúj a szél, isszák a forró teát, a forradbort, és állnak sorba a kürtös kalácsért. Szerintem ez kiemelt cél lehet, hogy mindig megmaradjon. Ma örömvasárnap van, ugye a harmadik gyertyát gyújtjuk, hamarosan itt van karácsony. Én mindenkinek azt kívánnám ezúton is, mert lehet, hogy többet már idén nem állok, legalábbis karácsonyot nem állok a kamerák keresztüzében, hogy békés, nyugodt, szép családi karácsonyok legyen. Három gyerekem van, azt sem titok, ezt is tudod, hogy azért három különböző korosztály, ugye most már szinte felnőtt a lányom, és a 10 éves a legkisebb, nagyon érdekes, mert azért próbálják megtartani kicsik és nagyok is ennek az egész ünnepnek a szentségét, és szépen haladunk mi is sorba. Mindennek megvan a maga ideje, hogy mikor, mire készülünk. Most már lassan a konyha felé veszi mindenki az irányt, és készülünk ugye az utolsó hétvégén, még mézes kalácsüt és ilyesmik lesznek, amit hála Istennek nem én intézek, de utána a konyhába átveszem a terepet, és a karácsonyi menü elkészítésében én általában komoly szerepet szoktam vállalni, de
ez így is van jó, mert ezt is szeretem csinálni. A hideg decemberi vasárnap indokoltá tette a forró italok kortyolgatását, melyet meg is tettek a tamási adventi vásárra érkezők, miközben a kézműves termékek közül a fa alá való ajándékokat válogatták. A legkisebbeknek is határozott elképzelésük van arról, hogy miért jók az e fajta rendezvények. Egy kicsit együtt vagyunk, tudunk egymással beszélgetni, várjuk együtt a karácsonyt. Én a kézzel készített ajándékot sokkal jobban szeretem. Rajzolok, készítek saját kézzel szappant, és ilyenek. Rég nem látott ismerősök üdvözölték egymást, és beszélgettek az ünnepi díszbe öltöztetett rendezvénytéren, ahol a hideg se szekte kedvét senkinek. Mosolygó arcok, boldog tekintetek és jókedvű beszélgetések szőtték át a kora estét Tamásiban. Mézeskalács sütés az belefért, közösen a családdal, a többi az meg olyan hétköznapiasan történik. Annyira nem adventi a készülődés. Lassan elmúlnak a sötétek napok, nem maradtak itt a fáradt dallamok, valahol az álmaim felé álltam már, tűzé változott az ágyam. Az 1993-as Pop Rock Fesztivált megnyert Öreg járgány szivatóval indul című dalával ismerte meg az ország Majsai Gábort, akit a magyar Tom Jonesként is emlegetnek. Annyira én nekem nem megtisztelő, mert jobban szeretem saját nevemet, ugye itt nem messze van Majsa, Majsai Gábor, azért azt jobban szeretem ezt a nevet. Volt egy fesztivál, amikor énekeltük ezt az Öreg járgányos dalt, és akkor a médiások találták, hogy a hangom, meg a fazonom, nem tudom, hogy miért, pedig sose énekeltem előtte Tom Jones-t, hogy mennyire hasonlít, és akkor azóta is mindig ezzel macerálnak, meg énekeljek Tom Jones-t, tudok és szeretem is, meg találkoztam Tom Jones-szal már körülbelül 5-ször élőbe beszélgettünk, ugye koncertek alkalmával, amikor vagy itt volt, vagy Bécsbe lépett fel, de azért én jobban szeretem a Majsai Gábort. És ugye hát amióta saját dalokat is írok, még pláne ő nem tud dalokat írni, úgyhogy már adtam neki CD-t, még nem telefonált, hogy szeretném megcsinálni egy-két dalomat. Ilyen színes kavalkádot próbáltam összeállítani, és hát nyilvánvaló, hát a szívem csücske saját dalok. Egyértelmű, azt úgy írom, hogy magamnak, a közönségnek természetesen, és hát az én vagyok igazából. Én most utoljára, ugye csináltam egy nagy zenekari lemezt, ahol egy 22 tagú zenekarra ilyen swingeset, utána csináltam egy lazább swinges lemezt, amiben ilyen bosszanovák vannak, ilyen jó ritmusos lemez, és a legutolsó lemezem az egy ilyen egy kicsit ide is kanyarodok, meg oda is. Az ember ugye nem, legalábbis én nem szeretek mindig ugyanazt csinálni, ugyanazt, mint ha Mick Jagger 80-szor elénekli egy nap a I Can Get No Satisfaction-t. Én szeretek mást is énekelni, és ez az utolsó lemezem, a Hangulatok, az egy ilyen színesebb lemez lett, amiben van ilyen swinges, van egy kicsit olyan rockosabb, van egy kicsit, és most az új dalaim is, most már elkészült 5-6 új dalom, az is ilyen mindenhonnan csipegetek, ami jól áll nekem. Természetesen nem olyat fogok énekelni, amit mondjuk szeretnék, készítését is szeretem, de azt nem fogok soha énekelni, mert az már nem az én stílusom tényleg.